Kért meg, hogy mentsen ki a mai ünnepen,
mindenki érezze azt, hogy mi mindent jelenthet ez a 100 év ennek a közösségnek. Megkért arra, hogy közvetítsen a köszönetét, hiszen a Röszkelie mindig nagyon szeretetteljes és mindennapi kapcsolatot ápolna vele személyesen is és a szeretet otthonban. Megkért arra, hogy köszönje meg a rengeteg adományt, a sok jó szót és a Röszkelie éveknek a biztatását. Az ünnepnek a tiszteletére azt mondta, hogy ő is szeretne ajándékot adni a Röszkelie egyházközségnek, a Röszkelie közösségének, és hát általa most én adhatom át Kartalatjának, az édesanyjától kapott arany láncot és keresztet, ami azt üzeni mindannyiunknak, hogy az a hit, az a szeretet, az a tenni akarás visz előre egy közösséget, visz előre embereket, és tart meg bennünket, amíg nagyon sokáig. Megkérem Fodor Imre elnök urat, hogy vegye el ezt a kis ajánlatot. Örvendeztessen meg titeket áldásával, és töltsön el mindenkor gazdagságot.
És aki az egy közösség megvallásával egyesíti a számtalan különböző nyelvűekben, adjon nektek áldott okosságot a hitben, és a hit által vezesse el a remény állapotából az ő boldog égbe színe látására. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Misi áldozatot bemutattuk. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek, 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 Istennek,